Jó napot kívánok! Önök a Szekszárdi Krónikát, az elmúlt napok legfontosabb szekszárdi híreinek összefoglalóját látják. Bár a szakma évtizedek óta hangoztatja, máig nincs hatékony nemzetstratégia az öngyilkosságok számának csökkentésére. Az Egészségügyi Világszervezet szerint Európában, Magyarországnál csupán Litvániának rosszabbak az öngyilkossági mutatói, a mentálhigiénés programok azonban hatható segítséget nyújthatnak. Szekszárdon az ország egyik legaktívabb mentálhigiénés műhelyeként említette az országos elnök a 30 éve működő szekszárdi szervezetet. 30 évvel ezelőtt rendezték meg először Szekszárdon a Pszichológiai Kultúra hetét, idén az egyhetes rendezvény sorozat összekapcsolódik a mentálhigiénés műhely 30 éves születésnapjával. A programok hétfőn egy kiállítás megnyitóval vették kezdetüket. 30 évvel ezelőtt az éppen csak megalakult műhely ezzel a rendezvénnyel nyitott először az emberek felé, mondta Pócs Margit elnök. Az alapküldetésünknek és a célkitűzésünknek megfelelően nyilván vannak alappillérek, vannak alapértékek, amelyeket folyamatosan őrzünk és fejlesztünk, de ez azt is jelenti a másik oldalt, hogy miután a lakosság, az embertársaink kiszolgálása, a lelki és a szellemi, mentális egészségének a megőrzése, megtartása, ápolása az egyik célunk a közösségi lélekvédelem mellett. Ezért ez azt is jelenti, hogy a folyamatosan érkező igényekre, az állandóan változó környezetünkre reagálva mindig újabb és újabb szolgálatokkal nyitunk a lakosság felé. A programsorozatot az idén 30 éves műhely szervezi a megyei kórház pszichiátriai osztályával. Idén a mentálhigiénés világnapon az Egészségügyi Világszervezet a fiatalok mentális problémáira és azok korai kezelésére hívja fel a figyelmet. Elgondolkodtató az a tény, hogy a 15-29 évesek haláloki statisztikájában a második helyen van a szuicidium, azaz az öngyilkosság. Ennek a hátterében pedig leggyakrabban egy mentális betegség, a depresszió húzódik meg. Tehát azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni a mentálhigiénére nevelést. Pénteken adja át a mentálhigiénés műhely a jelképes önkéntes stafétát a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének, a Polip Ifjúsági Egyesületnek és a Tolna Megyei Ilko Egyesületnek, melyek szintén önkéntes alapon működnek. A fűtési szezon közeledtével megnő a szénmonoxid mérgezések veszélye. Tolna megyében minden évben történnek ilyen esetek, a legtöbbször a berendezések éves felülvizsgálatának a hiánya okoz gondot, pedig a szakember szerint az ellenőrzés életeket menthet, ugyanúgy, mint egy szénmonoxid érzékelő is. Négyen, egy család tagjai haltak meg ebben a paksi házban szénmonoxid mérgezés miatt. A tragédia 2010-ben történt, azóta Tolna megyében a mérgezőgáz nem követelt halálos áldozatokat. Mérgezések viszont minden évben voltak. Ezt a gázkonvektort már ellenőrizték, biztonságosan használható a fűtési szezonban. Üres volt ennek a szekszárdi óvodának az udvara, és az épületben sem volt senki tavaly novemberben, pedig egy átlagos hétköznapon készültek a képek. Az intézményt ki kellett üríteni, mert meghibásodott a gázüzemi fűtőberendezés. Pillanatok alatt telt meg a levegő a gyilkos gázzal, viszont senki nem sérült meg, mert az óvónők időben kikísérték mind a 29 gyereket az épületből. A szakember szerint a hasonló esetek elkerülése miatt érdemes a gáz és a vegyes tüzelésű berendezéseket is évente ellenőriztetni. Fontos tudni azt, hogy társasházba a kéményseprő előzetes értesítést követően megy ki. Családi házakban viszont nem megy automatikusan, hanem abban az időpontban, amikor a tulajdonosnak ez megfelelő, és időpontot egyeztetni lehet online, illetve telefonos úton, vagy akár személyesen is itt a Mikes utcai ellátási csoportnál. Nem csak a fűtőberendezések műszaki felülvizsgálatának elmulasztása okozhat közvetlen életveszélyt, a nem megfelelő kivitelezés például a szellőzés hiánya miatt is
minden évben történnek szénmonoxid mérgezések. Biztonságunkat egy jó minőségű szénmonoxid érzékelő is szavatolhatja. Mind a jó minőségű, mind a nem megfelelő minőségű szénmonoxid érzékelők listája megtalálható egyébként a katasztrófavédelem honlapján. A szénmonoxid mérőket pedig fontos néhány évente lecserélni, mert a bennük levő vegyi anyag csak előre meghatározott ideig garantálja a biztonságos működést. Egy náthával ki lehet tiltani a közösségből egy gyereket, és az egészségét igazoló orvosi igazolással térhet csak oda-vissza. Ha azonban egy diák tetves, akkor továbbra is járhat óvodába, iskolába. Ezt elégelte meg néhány szekszárdi szülő, miután megtudták, hogy a gyerekeik óvodai csoportjába tetves gyerekek járnak. A gyerekorvos nem érti, miért nem tartozik a tetvesség az ANTS által meghatározott fertőző betegségek közé, mint ahogy azokat a szülőket sem érti meg, akik nem tartják otthon gyermeküket, miközben tudják, hogy elterjeszthetik az élősködőket az adott intézményben. Tele van az internet tetveket bemutató kisfilmekkel. Ha ilyen apró rovarra vagy annak lárváira bukkan a szülő a gyerek fejét átvizsgálva, akkor bizony szembe kell néznie a ténnyel, tetves a gyerek. Ezt a betegséget közösségben könnyedén össze lehet szedni, miközben a gyermekek együtt játszanak, használják egymás fésűjét, felpróbálják egymás sapkáját. A fejtetű időközönként felbukkan az oktatási intézményekben, annál is inkább, mivel a gyerek továbbra is járhat közösségbe, nem lehet onnan kitiltani a fejtetve miatt. Tehát ez a dolog nem szerepel a fertőző betegség között, azaz, uram bocsá, egyébként akár kitiltható lenne, de egy ANTS állásfoglalás alapján azok a gyerekek, akiknek tetvük van, hajtetőjük van, azok nem tilthatók ki a gyermekközösségből. Hanem az első észlelőnek legyen ez szülő, legyen ez védőnő vagy orvos, el kell kezdeni kezelni, és miután a mai rendelkezésre álló kezelések igen hatékonyak, ezért két nap alatt a gyereket tünetmentessé lehet tenni. A gyerekorvos szerint az a legnagyobb baj, hogy a szülő kezébe adják a döntést, viszi-e így a gyerekét közösségbe, avagy sem. Noha, azt a gyermekorvosnak kellene eldöntenie véleménye szerint, csak úgy, mint a többi fertőző betegségek esetében. Így könnyedén elterjedhet a tetű a csoportban. Ezt elégelte meg néhány szekszárdi szülő, miután megtudták, hogy gyermekük óvodai csoportjában megjelentek a vérszívók, és az érintett gyermek továbbra is jár óvodába, mivel az intézmény vezetője senkit nem tilthat ki ez miatt a közösségből. Néhány gyermek édesanyja jelezte felém, hogy az ő óvodájukban, illetve az ő csoportjukban fejtetű van, és ők szeretnék ez ideig, amíg az ott biztosan meg nem szűnik ez a betegség, szeretnék addig otthon tartani a gyermeküket. Beszéltem, fölvettem a kapcsolatot az óvoda igazgatónőjével, aki ezt a dolgot megerősítette, azt is, hogy a védőnő, illetve az óvoda orvosa is elkezdték a gyerekeknek a betegségének a szanálását. Az érintett szekszárdi óvodába minden évben felüti a fejét a betegség, és 4-5 gyerekről derül ki, hogy fertőzött. A gyerekorvos kiemelte, bárki megfertőződhet, piszkos és tiszta hajban egyaránt előfordulhat az élősködő. Megkapni nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni, és ezzel a közösséget veszélyeztetni felelőtlenség. Az ANTS néhány évvel ezelőtti adata szerint az óvodások 1,3%-a, az iskolások 1,7%-a fertőződik meg a betegséggel. Ez a szám évek óta nem csökken. Az óvodai tehetséggondozás szülőanyja Nagy Jenőné tartott 3 napos kurzust a szekszárdi Kindergarten óvodában. Véleménye szerint már ilyen kiskorban érdemes odafigyelni a gyerekek érdeklődésére és irányultságára, annak érdekében, hogy később készségeik kiteljesedhessenek. Az óvodai tehetséggondozás nagyobb lehetőségeket nyújt a differenciált foglalkozásokhoz, hiszen a kis csoportban jobban odafigyelve lehet fejleszteni a gyerekekben mindazokat a képességeket, melyekkel eredendően rendelkeznek. Fogalmazta meg az óvodai tehetséggondozás lényegét Nagy Jenőné, aki jelentős nemzetközi tapasztalatokkal is felvértezve volt szülőanyja a magyar óvodai tehetséggondozó műhelyek kialakításának. Meg tudjuk nyerni a szülőket, hogy a gyermekek nevelése közben figyeljenek arra, hogy milyen irányultságú, milyen érdeklődése van egy gyermeknek, és próbálják ebben támogatni, hogy kialakuljanak az érdeklődési körök.
A jelenleg szarvason tanító pedagógus azt mesélte, 10 évvel ezelőtt végzett főiskolások körében egy felmérést, ahol a megkérdezettek 70%-a azt válaszolta, nincs érdeklődési köre. Ezt a tendenciát kell megállítani, és lehetőséget nyújtani a gyerekeknek, hogy életük jelentős részében azzal foglalkozzanak, amihez tehetségük van. Sebestyén Györgyi intézményvezető azt mondja, a tehetséggondozás és a tehetségek felmérése hiányterület az óvodában. Az óvodának a legfontosabb feladata a korai felismerés, mind a felzárkóztatás és támogatás terén, mind az erősségek kiszűrésében. Tulajdonképpen ez a két pólus, de mindegyiknél ugyanolyan nagy jelentősége van, és hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy a korai felismerés, mert itt még ugye egy olyan szenzitív periódusról beszélünk, egy olyan szenzitív szakasza a fejlődésnek, amelyben mind a két területen egy óvodapedagógus és egy óvoda nagyon sokat tehet. Az óvodai nevelés a művészetek eszközével című program átfogja az óvodáskor teljes nevelőfejlesztő munkáját. A program az érzelmekre épít és a gyerekek esztétikai tevékenységét, alkotókészségének fejlesztését hangsúlyozza. Nagy Jenőné a program kitalálója és tanítója munkássága elismeréséül 2016-ban életműdíjat kapott. Az újonnan alakult vállalkozásokat segíti az adóhatóság új mentorprogramja. A NAV szakemberei fél éven keresztül nyújtanak támaszt az adózási ügyek intézésében az érintetteknek. Tolna megyében már több mint 1000 vállalkozás kapott értesítést az egyedülálló lehetőségről. Idén éveleje óta segíti a fiatal vállalkozókat a NAV. Az adóhatóság szakemberei azért indították el az újszerű programot, mert a tapasztalatok szerint az újonnan alakult vállalkozások vezetői gyakran nincsenek tisztában az őket érintő adózási kötelezettségekkel és azzal, hogy milyen lehetőségeik vannak. A programba az ügyfélkapon keresztül lehet regisztrálni, miután az adóhatóság ugyanitt e-mailben értesítette az adózót arról, hogy jogosult a használatra. A mentorálás 6 hónapja alatt az új adózók személyre szabott szakmai támogatást kapnak. Ez azt jelenti például, hogy a mentorok soron kívül figyelmeztetik a mentoráltakat a hibás, hiányos bevallások, adatbejelentők javítására, kitöltésére, illetve az adófolyószámla hátraléknak a keletkezésére. Segítséget nyújtanak a bevallások, adatbejelentők kitöltéséhez, az adófolyószámla hátralék rendezéséhez, illetve adóügyek gyors intézéséhez. Tolna megyében eddig már több mint 1000 fiatal vállalkozót értesítette az adóhatósága lehetőségről. Fontos tudni, hogy a friss vállalkozások nem a vállalkozás bejegyzésének dátumától jogosultak a szolgáltatás fél éves idejére, hanem az adóhivatal által kiküldött úgynevezett üdvözlő levél kiküldésétől. Ez pedig az adóhivatal a kezdő vállalkozás megalakulásától számított 30 napon belül küldi ki. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy mielőbb ezt az üdvözlő levelet nyissák meg az adózók és regisztráljanak a programba, hogyha szeretnék igénybe venni ezt a segítséget. A NAV mentori programjába tehát az ügyfélkapunk keresztül lehet jelentkezni. Megváltozik a benzin és a gázolaj megjelölése. A módosítás európai előírás, és az EU minden tagországában kötelező lesz. Mindez azonban kevésbé bántja az autós társadalmat, ahhoz képest, hogy újabb áremelések várhatóak a kutakon. A jól megszokott üzemanyag jelöléseket hamarosan újak váltják föl. A benzinek fajtája egy ködben, a gázolajaké egy négyzetben, a gázé pedig rombuszban lesz látható. Az Európai Unió azért akarja egyesíteni jelöléseket az összes tagországban, hogy ne történhessen meg, hogy külföldön járva elbizonytalanodunk azon, mit is tankoljunk a gépjárművünkbe. Csak hogy a magyar kutak jelöléséhez szokott autósok számára nem lesz egyszerű újra tanulni a jelzéseket. A benzinkuton többféle reakciója is volt a hírnek. Így a kutasoknak lesz a legtöbb dolga, mivel hogy aki nincs tisztában úgy, mint én ezekkel a dolgokkal, meg nem is tudtam még utána nézni, nekik lesz a legtöbb dolga, mindenkinek elmagyarázni, főleg az idős korosztálynak. Üdvözölni tudom, hogyha átláthatóbbá válik, egységesebbé válik a rendszer, könnyebben el tudok igazodni, akkor részemről rendben. A jelölés megváltozásának szabályzatát a jövő évre ígérik. Addig egészen más hozza lázba a gépjárművezetőket, jelesül az üzemanyagok árai. A benzinárak folyamatos emelkedése kérdésében Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke borulátó. Mi várható? Hát olvasva a prognózisokat, úgy néz ki, hogy ha nem változik a tendencia, az év végére el fogja érni a korábbi $100 hordonkénti árat.
Ennek pedig súlyos pénztárcákat érintő következményei lesznek, és nem csak az autósok körében. Véleményem szerint gyakorlatilag a fogyasztói árakra is hatással lesz, tehát növekedni fog. Nem robbanásszerűen, hanem egy folyamatos növekedés lesz. Annál is inkább maguk az üzemanyag árak is folyamatosan emelkednek. Valószínűleg visszaáll a 2 évvel ezelőtti ár az üzemanyagoknál, ami azért jelentős emelkedést jelent. Az üzemanyagok 450 forint körüli maximalizálását tartja elképzelhetőnek a kamara elnöke. Ennek pillanatokon belül árnövelő hatása lesz számos termék árára. Elég a zöldséges standok árait megnézni, mondja Fischer Sándor, és ebben nem lesz különbség a multik és a kiskereskedők között. Egy idő után nem az a kérdés foglalkoztatja az embereket, hogy hova tartanak, hanem az, hogy honnan jöttek, kik voltak az őseik, milyen származásúak voltak, milyen foglalkozást űztek. Nagy érdeklődés övezi a családfakutatást, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a Tolna megyei levéltár családkutató tanfolyamára, ami 3 dél-dunántúli levéltárban egy időpontban zajlott, 2-szer annyian érkeztek, mint amennyit eredetileg beterveztek. Az eseményen elhangzott, a családfakutatás anyakönyvi kutatásokkal indul a helyi levéltárban, ám ahogy a kutató megy vissza a múltba, elképzelhető, hogy az ország távoli pontjára jut el, ott találja meg felmenőit. Jó érzés az, hogy a 18. századig a török uralom utáni betelepítésekig tudja visszavezetni a családfáját az ember, és el tud jutni az őseihez, mondta a megnyitó Ruzsa Éva főlevéltáros, az intézmény igazgató helyettese. Ezt még sok kutatónk, akik itt a Tolna megyei levéltár kutatótermében megjelentek, még odáig is tudták folytatni, hogy miután ez a terület valójában ugye úgy nevezték, hogy Svébise Tükáj, vagyis Sváb Törökország, a török uralom után nagyon sok német érkezett a különböző német tartományokból. Sok kutatónknak sikerült visszavezetnie azokra a területekre és azokra a településekre is Németországba a családi múltját, ahonnét az ő fölmenői Magyarországra indultak különböző körülményes és nehéz utazások után. Minden eddiginél több szakmai előadást hallgattak meg a résztvevők az idei Balassa Nap tudományos ülésén. A rendezvény díszvendége Bejjei Árpád, a Pécsi Tudományegyetem nagykövete azt mondta, a gyógyító munka mellett a tudomány szolgálata is megjelenik az oktatókórházak hálózatában. A Balassa tudományos pályázatra, amit a fiatal munkatársainknak hirdetünk meg minden évben, örömtelően nagy számú jelentkezés érkezett. 22 pályamunkát adtak be a munkatársak. Mindez azt jelzi, hogy a gyógyító munka mellett jelentős figyelem fordítódik a tudományos munkára is a kórház rezidensei és orvosai között. Németh Csaba főigazgató úgy fogalmazott a Balassa Nap a kórház és a tudomány ünnepe Szekszárdon. Ez én azt gondolom egy olyan rendezvénye a kórháznak, amikor az összetartozásunkat, egy csapatba tartozásunkat tudjuk erősíteni, és a közösségformáló és szemléletformáló ez a rendezvény. Az esemény díszvendéke Bejjei Árpád professzor, aki a Pécsi Tudományegyetem nagyköveteként az oktatókórház fontos szerepéről beszélt. Olyan hihetetlen módon fejlődik az orvostudomány, hogy a fiorvosok tudományos munkája nélkül elképzelhetetlen a csatlakozás a világfolyamatokhoz. Ez egy nagyon nagy érték a kórház számára. A Balassa Napokat ebben az évben 17-szer szervezte meg a kórház. A tudományos előadásokat szakmai zsűri értékeli majd, és jutalmazza a szombati ünnepi ülésen. Haditorna versenyen mérhették össze tudásukat azok a képzőintézmények, melyek alapvetően a honvédelem és rendvédelem utánpótlásáról gondoskodnak. A Tolna megyeiek hagyományosan jól szerepelnek ezeken a viadalokon, a tavalyi kiíráson az országos második helyezést érték el a szekszárdi Csapó Dániel szakközépiskola rendvédelmi diákjai. A légpuska lövészet csak az egyik állomása volt a haditorna versenynek. Emellett többek között futni kellett gépkarabéllyal, első segélyt kellett tudni adni, és el kellett igazodni egy térmatrixban. Ez már a 4. alkalom volt, hogy azok a tanintézetek, ahol katonai vagy rendészeti oktatás folyik, összemérték erejüket. A megyei döntőn idén 11 csapat képviseltette magát. Egyre nagyobb szerepet kap országosan is a honvédelem ügye, ezért örülünk neki, hogy a diákok is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és minden évben több és több iskola jelentkezik.
Kósa Edmund és csapata a Csapó Rendvédelmi Iskola tanulója. Tavaly kis hián az országos verseny győztesei voltak. Azt mondja, minden feladat egy jó gyakorlat az iskolai képzéshez. Nekünk a tesi órák szinte majdnem minden nap így zajlanak. És hát ugye versenyek előtt mindig jó felkészülten jövünk, és hát ugye nem hiába visszük el minden évben az első három helyezettet. Az országos döntőben minden megyéből a legeredményesebb csapat juthatott be. Tolna megyét idén ismét a csapósok képviselik. Bármi is lesz a franciaországi visszavágó eredménye, ez az Euróliga selejtező mindenképpen megmarad a KSC Szekszárd játékosainak és a csarnokot most is megtöltő cirka 1200 szurkoló emlékezetében. A nemzetközi szinten is kiemelkedő képességű játékosokkal érkező Lille ellen a harmadik negyedben már 17 ponttal is vezetett a Szekszárd. A franciák erejét mutatja, hogy végül csak 3 pontos vereséggel hagyták el a játékteret. Leszámítva az első negyedet, amit jóval pontosabb távoli dobásaival, komoly euróligás tapasztalatokkal bíró Lille nyert meg, a szekszárdi csapat két negyeden állt, mégis gyors, szellemes, bátor, sokszor az ellenfél számára kiismerhetetlen játékkal szinte szétszette az izomtornyokból álló fizikálisan fölénybe levő nagynevű ellenfelet. Álomkosárlabdával, Jovanovic és McCall kiemelkedő teljesítményével, no is a magyar játékosok, mint például Teodorán és Gereben extráival, összességében jobb csapatmunkával, mínusz 12 pontról 17 pontos előnyt kovácsolt a csapat. Tombolt a lelátó ekkor, de a Lille volt az ellenfél, amely az utolsó játék részben rá tudta kényszeríteni a akaratát a KSC-re, és a palánk alatti fölényét érvényesítve, dobó teljesítményben ismét följavulva 71-68-ra följött a végére, abszolút éltetve ezzel a továbbjutási reményét az Euróliga főtáblájára. A jövő szerdai franciaországi visszavágó előtt. Persze a KSC Szekszárd is nyerni megy Lille-be. Játszottunk egy Euróliga csapat ellen, ez a Villeneuve játszik már évek keresztül Euroligában, és mutatunk, hogy tudunk velünk játszani, azt jelenti, mutatunk, hogy talán van helyünk. A találkozó kellemes színfoltja volt az eddig háttérben levő kis virág játéka. A fiatal center kritikus pillanatokban jól védekezett, jól lépett be a játékba, és lepattanót szerzett, pontot jegyzett. Mekkort tudta pár percet pótolni. Az ilyen pillanatokért van bennünk mindig az, hogy megéri csinálni, és megéri minden nap felkelni, edzeni, menni, és nyerni. Szakmai berkekben is nagy érdeklődéssel várják a párharc végeredményét. Pét az Euróligába jutás. Szekszárdi Krónika című műsorunkat látták. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!